Az óbecsei futballisták diadalmasan fejezték az őszi szezont, hiszen győzedelmeskedtek Odzsacin az ottani Textilas csapat felett 4-1-re. Ez egy csodás bemutatkozása volt egy kiváló csapatnak, Dabics Levics kapitánnyal az élen. Az óbecseieknek az első gólt Kobiszki lőtte a 25. percben. Ezt követően Gyuricsinnak köszönhetően 2-0-ra növekedett az eredmény. 10 perccel később, pontosabban a 34. percben a Textilas csapata is gólra talált, így az állás 2-1-es fordulatot vett. A második félidőben labdarúgóink még két találatot valósítottak meg. Kobiszki az 53., Stojčić pedig az 55. percben lőtt kapura.